Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Magyar Falu program. Megújult a Balaton-Edericsi katolikus templom. Via Kálvária. Szakrális túraútvonal 14 településen. Kortárs művészeti fesztivál. Indulnak a programok a Lesence vidéken. Sport. Fight B Binyirádon. Éjszakai foci Rév Fülöpön. Az Eszelbau építőipari és kereskedelmi Kft. Magas és mélyépítési munkálatok generál kivitelezésével foglalkozó vállalat. Jelenleg is bővíti munkavállalóinak körét. Kőműves, festő és építőipari segédmunkás munkatársakat keres, akiknek egész évben biztosítják a foglalkoztatást. Részleteket a vállalat honlapján találnak az érdeklődők. Tehát, ha állást keres, Eszelbau Kft. Tapolca. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk, köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom, a TAR Kft., valamint a Magyar Telekom kábel szolgáltatók digitális rendszerén. Ez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Balaton-Edericsen a katolikus egyházközség sikeresen pályázott, így a Magyar Falu programnak köszönhetően újulhatott meg a katolikus templom homlokzata. Az építkezést követően az ünnepélyes átadáson jelen volt Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. A rendezvényt hangulatos közösségi program, a májusfa kitáncolás követte. Mindenképpen nagy ajándék számunkra, hogy közösségben élhetjük meg nem csak a hitünket, hanem a közösségi szerepvállalásunkkal, a képességünkkel, a tehetségünkkel segíthetjük a település fejlődését. Ebben kérném majd továbbiakban is a polgármester úr és az önkormányzatnak is a támogatását. A település központjában álló katolikus templomot az elmúlt 3 évben állványok között láthatták a helyiek. Folyamatosan zajlott az építkezés. Már a megújult formájában tündököl. Az átadás hivatalos bejárással történt meg, melyen részt vett a térség országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor miniszter is. A Magyar Falu programnak évek óta volt egy nagyon jelentős fejezete a templom felújítások és közösségi házak felújításának a támogatása. Reményem szerint a jövőben ez is fog folytatódni, hiszen itt nem csupán az adott község lelki életének egyik központjáról van szó, de közösségi életének a központjáról is. És a Magyar Falu programnak a célja éppen az, hogy a falvakban élők számára az életet legalább olyan komfortossá tegyék, mint a városban élők ki. Ebből adódóan maga a közösségiség, a közösségi élet szintereinek a felújítása, illetve ezeknek a fejlesztése is nagyon fontos feladat. Én bízom abban, hogy a jövőben minél többet tudunk majd ismét ezért tenni. A kormány közösségi terek és templomok kialakításához nyújtott támogatásával tehát elkészülhetett Balaton-Edericsen is a templom felújítása. 14 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre arra, hogy három év alatt, ezt megfelelően beruházás kapcsán, falszigeteléssel, illetve lélegeztető vakolat újabbi elhelyezésével elkészüljön a templomnak a homlokzati és a hátulsó része. Ez a nap mindemellett közösségi rendezvényt is tartogatott. Nagy készülődés előzte meg a májusfa kitáncolást. Nem csak régi hagyományt felevelenítve és újraindítani a közösség életében, hanem mindenképpen azért is, hogy találkozzanak egymással az emberek. Nem csak hitéletről, nem csak vallásról van szó, hanem egy kulturális közösségi találkozási pont kell, hogy legyen az a közösségi tér, amelyet mindannyian úgy hívunk itt Balaton-Edericsen, hogy a Szent József Közösségháza. A helyiek ki is vették részüket a jó hangulatú programokból, bizonyították, hogy nagy szükség van a közösséghez tartozáshoz, s ehhez ez a színtér kiváló helyszínt biztosít. A
A Via Calvaria egy Észak-Dunántúli túra útvonal, mely 14 többségében német gyökerű település Calvaria építményeit köti össze egymással. Elsősorban elmélyültségre és egyedi kulturális élményekre vágyó turisták, zarándokok érdeklődésére számítanak a létrehozók. A tervekről és megvalósításról tartottak tájékoztatót az egyik legkultikusabb helyszínen, a Magyar-Polányi Calvaria domb lábánál fekvő szakrális látogatóközpontban. A Via Calváriáról, azaz a Csendhegyek útjáról széles szakmai körben folyt a tanácskozás. A túraútvonal az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg. Projektgazdája az Érme Alapítvány, mely keresztény üzletemberek magyarországi hálózata. Ők fogják össze a Via Calvaria résztvevőit. Tóth József, a kuratórium elnöke úgy fogalmazott, a Csendhegyek útja szimbolizálja mindannyiunk életét is. Végigmegyünk rajta egy úton, amit csomó meglepetés várhat minket, de persze egy zarándok úton nem ez a cél, hanem az, hogy elcsendesedjünk, és pont azt a rohanást, amit a hétköznapokban megélünk, kihívásokat, amikor megéljük, akkor van egy pont, amikor lecsendesedünk. És az egyik városból, egyik faluból átmehetünk egy másik Calváriához, a másik faluban lévő Calváriáig. Magunk lehetünk, vagy a családunkkal lehetünk, tehát ez egyfajta kikapcsolódás, és van egy szakrális töltete is természetesen. Futó János geológus hangsúlyozta, évelején már elkezdték az egyes településeket összekötő útvonalakat felderíteni. Ezek a Balaton felvidéken Veszprémtől Szent Jakabfáig tartanak, illetve Bakonyban föl Zircen keresztül Jászd az egyik vége, a másik pedig Bakonybél lesz, és most az útvonalak bejárása történt meg. Ez rendkívül hosszadalmas, hiszen majdnem 150 km a teljes hossza ennek az útvonalnak, és jelenleg a szakaszoknak a 90%-át már végigjártuk. A Via Calvaria az online térben is meg fog jelenni. QR kódokat helyeznek el a térképeken az egyes kálváriáknál. Okostelefonon keresztül információt kap a látogató az útvonalról, arról, hogy milyen látnivalók vannak, természeti és a kulturális értékeknek a leírása is szerepelni fog. Egy olyan újdonságot hoz itt a mi Bakonyi Balaton felvidéki térségünkbe, a turizmusnak egy új fejezete nyílik meg ezzel, hiszen nem csak a már meglévő turista útvonalakat használjuk föl, hanem teljesen új szakaszokat, ahol eddig semmilyen összekötés nem volt, ezek is belekerülnek. Jelentősnek látja a Via Calvaria szerepét Magyar-Polány polgármestere is. Hangsúlyozta az érintett települések mentén megvalósuló programokat. Ezen a napon a Passió esti előadására szervezett zarándok túra résztvevői érkeztek Bakony-Gyepesről, megtéve a Via Calvaria útnak ezt a szakaszát. A Calváriákon azokat a jeleneteket, amelyet kőbe véstek, megfestettek, azok a jelenetek, azok tulajdonképpen itt Magyar-Polányban megelevenednek, és azok a szituációk, azok életre kelnek. És megtörténik az, amit ott kővevésve, illetve megfestve látott, az itt megmozdul. És ebből egy történet kerekedik ki, és ez szerintem az élet felteszi a pontot, vagy éppen a koronát, és az nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez itt van most Magyar-Polányban, és kiváló az időzítése természetesen, és ez nekünk nagyon fontos, mint egyfajta végállomás. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhelyen működő Eszelbau Kft. Öt település fogott össze Lesence Istvánt, Balaton-Ederics, Hegymagas, Zalahaláp és Uzsa, hogy rendhagyó, magas művészeti értékeket képviselő programot hozzanak létre. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program által támogatott projektek eseményeiről tartottak sajtótájékoztatót a szervezők az Uzsai Kultúrházban. Táborosi László polgármester azt emelte ki, hogy a vidék most fog igazán bekapcsolódni az eseményekbe.
Az Uzsai Művelődési Házban már egységes képet mutatnak az 5 településen megvalósuló programokat hirdető reklámeszközök. Minden készen áll, kezdődhet a Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál. Az egyes települések valamennyi alkalmas arra, hogy helyszíne legyen kortárs művészeti fesztivál rendezvényeknek. Úgy érezzük, hogy számunkra egy nagy lehetőség volt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatási rendszere és szervezése, amely lehetővé tette, hogy megmutassák ezek a települések, hogy mire képesek. A résztvevőket elsőként Uzsa polgármestere köszöntötte. Hangsúlyozta, hosszantartó programokkal megtűzdelt nyára számítanak, a színházi előadásoktól a rock operán át a művész táborokig minden megtalálható a palettán. Kiemelte az összefogás erejét is. Próbáltuk összeilleszteni a programjainkat, úgy látjuk, hogy átjárhatók lesznek ezek a dolgok, tehát biztos, hogy meg fogjuk egymás rendezvényeit látogatni. Ez én úgy gondolom, hogy összefogja ezt a térséget még jobban, azért ez a barátkozásról szól, a kapcsolat építésről is, nem csak nekünk, mint polgármestereknek, hanem magának a lakosságnak is. Gere Henriette régiós koordinátor Markovics Aléz vezérigazgató üdvözletét tolmácsolta, és reményét fejezte ki, hogy 10 év múlva együtt, nagy sikerek birtokában gondolnak vissza arra, milyen erős lendületet adott a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa az itt csirázó kulturális életnek és a régió dinamikus fejlődésének. A Lesence vidéki települések vezetői is ebben bíznak, nagyra értékelik ezt a lehetőséget. Kis község ilyen nagy programokat saját erőforrásból nem tudna megvalósítani, és így a községbe hozzuk azokat a művészeket és személyes találkozással, koncertekkel, aki, tehát sok ember a faluból nem jutna el, és így személyes élményeket tud tehát megvalósítani. Amit nekünk ez az LKF nyújtott, az tehát elképzelni nem tudtam, hogy egyáltalán Lesence Istvánon a szép kultúrudvarunkba, ami kimondottan zeneudvarnak is készült, és voltak álmaink, de hogy ezek az álmok megvalósulnak most az Európa Kulturális Fővárosa kapcsán, ez valami fantasztikus. A programok tervezése már a múlt évben elkezdődött. Lesznek a kínálatban önálló zenei estek, irodalmi programok, színházi bemutatók, nagy koncertek. Erről tájékoztatta a jelenlévőket a pályázat koordinátora Egyed Enikő. Minden településnek a programját igyekeztünk úgy összerakni, hogy az adott település jellegzetességét mindenképpen belevenni. Összességében idén 7 önkormányzat és egy egyesület 9 nyertes projektje keretében 8 településen 88 programot rendeznek több mint 100 milliós támogatással. Érdemes választani a bőséges kínálatból. A Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál június 10-én indul, és egész nyáron át tart majd. A Zala Elektro épületvillamossági szerelő és szolgáltató Kft. Villanyszerelőt keres sümeg és környéki foglalkoztatással erős és gyenge áramú rendszerek szerelési munkáira. A munkakör betöltéséhez villamosipari vagy elektrotechnikai végzettségre, önállóságra, megbízhatóságra és precizitásra van szükség. Amit a Zala Elektro kínál, biztos vállalati háttér, versenyképes bérezés, hosszú távú munkavégzés, szakmai fejlődési lehetőség. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet. Kölykök, a Hátsó udvarból Egyesület, a Nyirádi Önkormányzat és a Balatonfüredi Atlétikai Klub szervezésében valósulhatott meg a második Fight Baby Fight női jótékonysági futóverseny, melynek különlegessége, hogy a Nyirád Racing Center autocross pálya adott neki otthont. Fight Baby Fight 2023 címmel került megrendezésre Nyirádon egy jótékonysági futóverseny, mely alkalom alatt a Nyirádi Racing Center autocross pályát nem a versenyautók zaja töltött meg.
Baranyai Máté, a szervező Kahu Egyesület tagja, a verseny előtti utolsó percekben adott nekünk interjút. Mindenféle sportot űző hölgyek indulnak, és ugye mindenkinek más a célja. Van, aki csak egy-két körre jön, van, aki 3-4 kör, van, aki végig futja minden 40 kört. Tavaly 8-an voltak ilyen hölgyek, akik végig futották. Tényleg nagyon különböző emberek, rengeteg helyről, az ország másik végéből is jönnek, és ez egy ilyen nagyon jó hangulatú, kötetlen dolog, de azért a végén a győzteseket díjazzuk. Milyen érzéseid vannak e kapcsán, hogy ennyire megtelt itt a rally pálya, és ilyen sokan vannak a programotokon? Azt gondolom, hogy jó ötlet volt ezt kitalálni, és jövőre még lesznek újítások, mert most beszéljük a többi szervezővel, hogy még többen legyenek, még egy kicsit pörgősebb legyen, még hangulatosabb, de azt gondolom, hogy már így is nagyon jó úton járunk. A reggeli órákban gyermekfutammal kezdték a programot, majd egy bemelegítés után indulhatott a 40 körös verseny. Három! Egy, ebben a pillanatban rajtól a Schiller Five-Baby Fight verseny a nyilvánul Mint a tavalyi évben, idén is a nyirádi Nyitnékék óvodának ajánlották fel a futóversenyből származó bevételt. Így a futók között az óvoda munkatársait is megtalálhattuk, és bizony kiderült, hogy a nyirádi intézményben dolgozók jelentős százalékának hozzátartozik az életéhez ez a fajta mozgásforma. Nálunk a kollektívában nagyon sokan futnak hobbi jelleggel, az egészségmegőrzésnek nagyon nagy hangsúlyt, nagyon nagy szerepet adunk, nem csak számunkra, hanem a gyerekek számára is. Ez egy mintaértékű szerintem, hogy itt van a kollektíva, és megméretteti magát ezen az eseményen. A kettőnapos rendezvény idén is sikeresen és jó hangulatban telt. Jövőre újabb körökkel jelentkeznek a szervezők. Révfülöpön civil kezdeményezésre tartották meg az első éjszakai futballrendezvényt. Az eseményt leginkább általános iskoláknak szervezték meg, de bíztak abban az ötletgazdák, hogy a nebulókat a szülők is elkísérik. A labdarúgó esemény egyik különlegessége volt, hogy a különböző állomásokon ismert hazai focisták végezték a koordinálást. A festői környezetben kitűnő időjárási körülmények között tartották meg Révfülöpön az első MESSZSZport éjszakai focigálát. Az esemény célja, hogy a kicsik és nagyok a magyar hírességek közreműködésével próbálják ki magukat a különböző ügyességi feladatokban, és beszélgessenek a fociról. Szerettünk volna a hely és a környéki gyerekeknek maradandó élményt szerezni. Éjszakai foci gála keretében arra gondoltuk, hogy ez a legjobb alkalom erre. Legnépszerűbb sporták, meg ugye a focit mindenki szereti. Ki a célközönség? Hát igazából a gála első része főleg a gyerekekről szól, és akkor a későbbi rész az meg a felnőtteknek. A meghívott vendégeink között van a Kalmár Zsolt, ugye, aki a jelenlegi válogatottat képvisel, itt van a Lipták Zoli, Völgyi Dani, a Gyirmót FC-ből itt van a Nagy Patrik, a Szegi Vince, a Rusák Edvárd. Az esemény érdekessége volt, hogy a futballpályán az egyes állomásokon ismert futballisták segítették koordinálni a játékot. Mindig, amikor a sportra, különösen a labdarúgásra irányul a figyelem, akkor ez természetes dolog, hogy eljövünk, pláne egy olyan kezdeményezés, amit itt a Cini létrehozott itt Révfülöpön, ez az első, tehát ebben mindenképpen szerettünk volna tevékenyen részt venni és segíteni neki, hogy ez a rendezvény sikeres legyen és hagyományteremtő, illetve látva a sok gyermeket, akik örömmel jönnek, sportolnak, mozognak, ráadásul az általam oly kedvelt labdarúgást űzik nagy-nagy örömmel és szeretettel, ez így természetes, hogy eljövök és segítek, amiben csak tudok. Amikor figyeli a gyerekeket, eszébe jött, hogy annak idején ő is gyermekként ott állt a nagyok mellett, és ez milyen érzés volt? Persze, abszolút, sőt, hát ilyenkor mindig, amikor az ő gyepre lépek, akkor ugyanúgy gyereknek érzem magam. Úgyhogy engem a labda az mindig így érdekel és foglalkoztat, úgyhogy ezek a gyerekek tényleg a saját gyerekkoromat juttatják eszembe. A pályán megtalálható volt a 11-es rugóverseny, a célbarugás, dekázás, tekból, és még lehetne sorolni azokat a feladatokat, ahol próbára tehették magukat a foci rajongók. Alapvetően az a célja ennek a rendezvényen, hogy mindenki jól érezze magát, és mindenki örömét lelje ebbe a sportágban, és tehát, hogy nincsenek is ilyen konkrét, szigorú szabályok, tehát bárki részt vehet,
a legtöbb versenyre most alakítottuk ki a szabályokat, mert nem tudtuk, hogy hányan jönnek el, de szerencsére rengetegen eljöttek, és ahogy látom, részt is vesznek a mindenféle különböző játékokban. A Nebulók nagyon örültek, hogy olyan focisták mellett játszhattak, mint például a válogatott Kalmás Zsolt. Hát először is tényleg nagyon örülök neki, hogy ez az esemény létrejött. A Cini már engem két hónapja felhívott, hogy ez az esemény létre fog jönni, és hogy nincs kedvem csatlakozni a többiekhez. Több olyan játékos, több olyan váltott játékos eljött, akit ismerek, és a Cini is ismer, úgyhogy úgy gondolom, ez nagy esemény itt a Réphülöpi városnak. Az, hogy a focit szereti, az egy dolog, de a gyerekekkel azért itt foglalkozni kell. Mennyire esik nehezére, vagy mennyire szereti ezt? Nem, én szeretek a gyerekekkel lenni. Ebben az időben, így nyári korszakban nagyon sok felkérésem van, hogy a focitáborba menjek egy-két órát be, vagy a suliba bemenjek. Úgyhogy én ezt örömmel fogadom el, és látom a gyerekeknek az arcán a élvezetet, a mosolyt. Ez a legfontosabb, hogy élvezik. Mivel a rendezvényt kicsiknek is szervezték, arra is kíváncsiak voltunk, ők maguk hogyan érezték magukat a Réphülöpi pályán. Mi tetszett ebben a napban neked legjobban? Hát a ilyen foci, de mondjuk ez a kiskapuzás is nagyon jó volt, meg a ilyen ő. Mi ez a kiskapuzás? Hogy ilyen kiskapujjá játszunk a nagyokkal, pedig most, ahogy mi jöttünk ki, így mi vagyunk a legkisebbek, és mégis nagyon jó érezzük itt magunkat, mert nagyon jól is játszunk. Június 7-én a Veszprémi Szent Háromság téren Kemény Dénes és legendás vízilabdásaink részvételével a Nemzet Aranyai Gála vetítésével kezdődik, és 4 napon át tart a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa szervezésében a hazai filmek ünnepe, a Magyar Mozgókép Fesztivál. Többek között olyan sztárokkal találkozhat majd a közönség, mint Sel Judit, a Cinemira zsűri tagjaként, ifjabb Vidnyánszki Attila a Blokádból, Turóci Szabolcs a Larryből, Farkas Franciska a Mellékszereplőkből, Vilmányi Bennett a Látom, amit látsz kapcsán, vagy 2022 legnézettebb magyar filmje, a Nyugati Nyaralás főszereplője, Mészáros Máté. Színes kiegészítő programok is gazdagítják a fesztivál kínálatát, érdemes követni a programot. Június első hétvégén 4 esetben 9 embert mentettek ki a tóból a balatoni vízirendőrök a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Műszaki hibás, árbóc törött, illetve felborult vitorlás, valamint egy eltévedt SUP utasai is olyan helyzetben találták magukat a hétvégén a Balatonon, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan partra jutni. A balatoni vízirendészet felhívja a figyelmet, vizen vagy vízben különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen egy veszélyhelyzet nagyon gyorsan kialakulhat. Kedves nézőink, műsoridőnk végére értünk, hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Iván Anna. Azt tanácsolom nézőinknek, mai magazinunk nézése közben készítsék elő a naptárakat, hiszen lesznek jeles dátumok, amiket érdemes feljegyezni. Köszöntöm Önöket! Mindjárt elsőként a Művészetek Völgyéről szólunk, merre július 21-től kerül sor, már 32. alkalommal, fantasztikus programokkal és remélhetőleg a kultúrára éhes völgylátogatókkal. Előtte azonban Sümegre kell látogatnia a fesztivál rajongóknak, hiszen július 7-én robban a Sümegi Barokk Fesztivál, azaz a Pannontáj szívének dobbanása hamisítatlan magyar rockzenével. Aztán elkalauzoljuk Önöket egy Ábrahám-hegyi kiállítás megnyitójára, és hozzuk a Magyar Polányi Passió idei utolsó előadásának hangulatos összefoglalóját nézői véleményekkel. Mindez itt a Zóna magazinunkban, a híradó után én várom Önöket, ne hagyják ki!
Híradónk végén nézzük, milyen idő várható a következő napokban, június első hetében. Cseh Zoltánt hallják, a vmeteo.hu szerkesztőjét. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Sekély ciklonális mező és az azt kitöltő nedves, labilis levegő alakítja időjárásunkat, mely kedvez a záporok, zivatarok kialakulásának. Jelentős változás ebben nem várható a következő napokban, azonban a csapadékhajlam kissé csökken, szárazabb időt a jövő hét első fele hozhat. Nézzük részletesen, hogy mi vár ránk. Csütörtökön reggel párás foltokban kötös időre számíthatunk, napközben némi napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és zápor, zivatar is érkezhet, általában mérsékelt marad az északnyugati szél, a hőmérséklet reggel 13, délután 23 fok körülig érkezik. Pénteken nagyobb területen lehet párás, ködös a reggel, ami a reggeli órákban gyorsan megszűnik, napközben jön az ismerős forgatókönyv, kevés napsütés mellett zápor, zivatar érkezhet, gyenge marad a változó irányú szél, a hőmérséklet 13 és 23 fok között váltakozik. Szombaton erősen felhős, borult éget tekinthetünk fel, ismét van esély záporra, esetleg zivatarra, a korábbi napokhoz képest kevesebb csapadékkal, mérséget északkeleti szél fúj, a hőmérséget továbbra is 13 és 23 fok között lesz. Vasárnap sok felhőre, újbóli esőre, záporra, zivatarra van kilátás, általában mérséket marad az északkeleti szél, a hőmérséket minimum a 15, délután 24 fok körül várható a maximum. A jövő hét első felében már szárazabb légtömeg alakítja időjárásunkat, de egy-egy kisebb zápor továbbra sem zárható ki teljesen. A hőmérséklet marad 25 fok alatt, így az igazi nyár még nem tör ránk. Köszönöm a figyelmet! Most nézzük híreinket ismét röviden. Magyar falu program. Megújult a Balaton-Edericsi katolikus templom. Via Kálvária, szakrális túraútvonal 14 településen. Kortárs művészeti fesztivál, indulnak a programok a Lesence vidéken. Sport, Fight B Binyirádon, éjszakai foci Révfülöpön. A Balaton, a Balatonfelvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Kérjük, lájkolják Facebook oldalunkat és kövessenek minket az Instagramon és a TikTokon is. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra!
Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban június első hetében is tartalmas témákat hoztunk Önöknek. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Kultzóna. Várja a közönséget a 32. Művészetek Völgye júliusban. Kiállítás megnyitó. Tetszetős tárlat az Ábrahám hegyi Bernát Aurél galériában. Programajánló. Egy hónap múlva sümegi barokk fesztivál. Eufória. Emelkedett hangulatot teremtett a Magyar Polányi Passió. A Balaton felvidék, Sümeg és térsége körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A 32. alkalommal kerül sor a Művészetek Völgye programjaira július 21-e és 30-a között. A színes kínálatról és a kulturális kavalkád jelentőségéről Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató tájékoztatja nézőinket a következő percekben. ...2200 programmal, sőt még többel is várjuk a látogatókat július 21 és 30 között Kapocs, Talján, Dörögd és Vigánd Petenden. Több új helyszínünk is lesz, hiszen kitelepül hozzánk a Közlekedési Múzeum, illetve visszatér 4 év után a Néprajzi Múzeum is. Újra lesz Mókuskert udvar, több év kihagyás után, a Kőbányai udvar, az pedig megmarad ugyan, illetve a Mank Artporta beköltözik oda, és hát Póka Egon előtt tisztelegve Póka udvarként fog tovább élni ebben a térben. Lesz egy egyetemi udvarunk, hiszen a Liszt Ferenc Zeneakadémia, illetve a Táncművészeti Egyetem tanára és diákjai segítségével lesz egy új helyszín így. Lesz egy még egy színház színpadunk, színház színpad templom néven a templomban. A Cirque du Togherbe is fog könnyűzene költözni, Zorán, Dés és Kern is fel fog ott lépni, természetesen a Műpare Szirkel társulata mellett, vagy a Duda Éva és Feledi projekt társulatok mellett. A Panoráma színpadra is nagyon sokan jönnek, hiszen lesz itt Presser Csík, a Dala Miénk produkció, de a 10 éves Bagosi Brothers Company koncertet is itt láthatjuk. Bunani Masszív először, és hozzánk külön készített World Special produkcióval érkezik, de természetesen lesz Margaret Island, Blaha Louisiana és egyéb nagy zenekar is meg fog fordulni a Panoráma színpadunkon. Nagyon sok irodalmi programunk lesz megszokott módon a Kaláka Vers udvarban, a Pokett irodalmi udvarban, Hobó is előadó estekkel is érkezik, és a komoly zenének is ugyanúgy áldozunk, hiszen lesz Völgy komoly zene, Papagéno klasszik, vagy a 30 éves Danubia zenekar is fel fog lépni nagy szimfonikus koncerttel, emellett természetesen az Operaház is érkezik hozzánk produkcióval. Mit jelent Önöknek, mit jelent a Művészetek Völgyének, hogy idén ez a térség Európa kulturális fővárosához kapcsolódik, tartozik?
Mikor már megfogant a gondolat, a Művészetek Völgye Fesztivál csapata már a pályázatírás pillanatától ott volt az EKF csapat mellett, projektötleteket fejlesztettünk a Művészetek Völgye Fesztiválon belül is. Ennek az egyik eredménye a Néma Filmhez filmzenét uniós terítettségű pályázat, hiszen most már nem csak magyar, hanem európai uniós körben is meg volt hirdetve, sok külföldi is jelentkezett hozzánk, és ugye természetesen a 10 nap alatt a Filmi Jó Pajta mozgóban lesz majd az eredményhirdetés, illetve a zsűrizés a bejutott utolsó két-két versenyzőnek. Emellett több egyéb projekttel is, szakmai látogatással is kiegészítjük az LKF csapat törekvéseit, együtt izgulunk velük, illetve van egyébként egy Művészetek Völgyétől független projektünk, hiszen egy könyvet, a Szörnyek és Sellők balatoni kacsavész könyvet is a produkciós csapatunk kísért végig, segítettük Jenei Zoltán és Baranyai András munkáját a könyv megalkodásában, 1500 diákot ért el egy másik munkatársunk a könyv kapcsolódó oktatási, ökológiai és EU-s ismereteket közvetítő projekciével a könyvet, illetve a könyv különböző sztoriait, fejezeteit használva. Emellett most május 13-án reggel 10 órakor Veszprémben mutatjuk be az ebből elkészült gyermek színdarabot is. A könyv alapján készített gyermek színdarabot már bemutatták Veszprémben, de további előadásokat is terveznek. 8 balatoni strandon is előadásra kerül, kicsit szórakoztatva, de tanítva is arra kisdiákokat, hogy érdemes vigyázni arra, ami nekünk megadatott, erre a fantasztikus balatoni térségre. Hova lehet még fejlődni? Milyen jövő vár a Művészetek Völgyére? Vagy azt is kérdezhetném, hogy mennyiben másabb mondjuk az idei Művészetek Völgye, mint a néhány évvel ezelőtti? A programok nagyságrendje számban jelenthetné azt, hogy ez egy tömegfesztivállá vált, viszont mi csupán mindig ilyen egyre kisebb és intimebb programokat engedünk be a Művészetek Völgyébe. Nagyon sok műfajt mutatunk be, akár workshop formától nagy színházi, illetve színpadi produkción átívelően, úgyhogy mi ezen a témakörön és gondolatvilágon belül mozogva próbáljuk meg a legtöbb műfajt behozni, és a legtöbb különlegességet elhozni a látogatóinknak. Mindenkit várunk nagy szeretettel a 32. Művészetek Völgyében július 21 és 30 között Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigán Petenden. Érdemes előre megváltani a jegyeket, illetve a www.művészetekvölgye.hu-n átböngészni a 2200 programot. Üzenet ecsettel címmel nyílt meg Petrasovszky Mária festőművész és Pagony Rita keramikus festőművész közös tárlata az Ábrahámhegyi Bernát Aurél galériában. Köszöntőjében Vella Zsolt, a település polgármestere hangsúlyozta a kulturális rendezvények turisztikai szerepét, a galéria jelentőségét. Részt vett az eseményen Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. A Bernát Aurél Galéria Ábrahámhegy községházának emeletén található. Időről időre megörvendeztetik a képzőművészet iránti rajongókat egy-egy tárlat létrehozásával. Most is ez történt, két veszprémi művészhölgy mutatta be alkotásait. A kiállítás megnyitón a település polgármestere ajánlotta a közönségnek a két művészt, akiknek szoros kötődésük van Ábrahámhegyhez. Vella Zsolt elsőként egy köterben találkozott az alkotásokkal. És akkor mi úgy éreztük, hogy helye van itt Ábrahámhegyen, a Bernát Aurél galériában ennek a tárlatnak, és ezt ma remélem önök is meg fogják erősíteni, hogy igenis ez így van,
hisz olyan kiváló művészek állítottak ki itt Ábrahámhegyen, egytől egyig Bernáta úrért tanítvány volt, és azon felül is még jó néhány festőművész, szobrászművész elhozta ide műveit, hogy itt a Balaton parton itt is megismerhessék mindannyian. Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője is örömmel üdvözölte a tárlatot. Szólt arról az együttműködésről, mely az Európa Kulturális Fővárosa program célkitűzésének megfelelően jön létre a kultúra minden szegmensében. Veszprém nem önmagában városként fog pályázni, és lesz Európa Kulturális Fővárosa, hanem a térséggel együtt, azzal a térséggel együtt, amely körülveszi, amely a veszprémiek számára a hétköznapi élet színtere, és amely nem csak élettere a városnak magának, de a Bakony-hegységnek és a Balaton-tónak is. A Bakony-Balaton régió, amely mindannyiunknak a természetes élettere. Itt éljük a mindennapjainkat, és mi talán észre sem vesszük a szépségét, hiszen hozzászoktunk, és csak akkor csodálkozunk rá újra meg újra, amikor hosszabb idő után jövünk vissza, hosszabb tartózkodás után ismét hazatérhetünk. És talán ezért azt is természetesnek vesszük, hogy Európában ez még egy nem felfedezett régió. Holott, ha megnézzük és összevetjük más turisztikailag sokkal látogatottabb régiókkal, akkor azt láthatjuk, hogy a Bakony-Balatoni régió minden tekintetben megállja a helyét sokkal felkapottabb régiókkal való versenyben is. És éppen ez volt az, ami a veszprémiek számára a mozgató erő volt, hogy ha már megnyerte a város az Európa Kulturális Fővárosa címet, akkor ez ne csak arra használja fel, hogy saját maga bemutatkozzon, hanem teremtsen lehetőséget a régió érdeklődő települései számára is a bemutatkozásra. Méltatta Navracsics Tibor miniszter az alkotók munkásságát is. A veszprémi balatoni tájat is láthatjuk, ezzel is találkozhatunk, amely persze ismerős számunkra, de mégis, még ha egy fényképet látunk, akkor is rácsodálkozunk, hogy mennyire szép is, mennyire másként is lehet ábrázolni, különösen így van ez festmények esetében, ahol az alkotóművész a saját érzelmeit, a saját látásmódját, a saját színvilágát is beleviszi az ábrázolásba. Ismerős tájakat láthatunk tehát, de mégsem teljesen ismerősek, hiszen mások szemével, mások szívével láthatjuk ezt a tájat, illetve a tájnak a jelentős részeit, amely reményeim szerint nem csak a felismerés örömét adja majd a látogatók számára, hanem megerősíti azt a meggyőződést és azt az érzést is, hogy a legszerencsésebb emberek vagyunk a Földön, hiszen a világ legszebb vidékén élhetünk. És ez nagyon keveseknek adatik meg, nekünk viszont megadatik, ennek megfelelően ezzel kell élnünk a mindennapokban is, és ennek a tudatában és ennek a felelősségével kell élni a hétköznapjainkat. Bagony Rita kerámikus és festőművész ezúttal festményeket hozott, valamint két szoborral is megörvendeztette a közönséget. Két kerámia szobrom szerepel, ez egy kicsit olyan, mint egy kapu lenne a
kiállítóteremben, és emögött látható műalkotások, ezek utalnak ezekre a kerámia szobrokra. A műtermem az Tagyon, a Balatonfelvidéki Tagyonban van, és ezek a festmények részben ott készültek, és a kertben kiállított kerámia szobrok is részei és szereplői ezeknek a festményeknek. És mert ezek a vázák egy ősi kultikus és használati tárgyak tulajdonképpen, de emlékeztetnek emberi alakra, tehát arra is lehet asszociálni, mintha egy kertben egy emberi alak állna. A festményein szembetűnő a zöld színnek a használata. Mit jelképez ezzel, mit fejeznek ki ezek a színek? Hát ez elsősorban abból adódik, hogy a plenerben, a zöld, úgymond a zöldben készültek ezek a festmények, de van egy olyan festményem, az Egyfa című, illetve korábban Eperfa volt a címe, ennek a festmények, ezt a Covid idején festettem, és úgy gondoltam, hogy ennek a zöld színe az életerőt szimbolizálja, tehát emögött egy más tartalom is van, egy kicsit filozófikus tartalmat is jelent. A tetőtéri kiállítóterem másik oldalán pedig Petrasovszky Mária műveit láthatjuk. Kiemelkedik ezek közül az a portré, melyet Márfi Gyula érsekatyáról készített. És hát a Márfi érsek, aki a Somogyi Győzőnek az volt iskolatársának, nem volt hajlandó modellt ülni. Csak én megláttam egy portrét, amit fénykép után valaki más festett, és azt mondtam, hogy most aztán kötélnek állok, akik rá beszéltek, és mondtam, hogy akkor az érsekatyát is beszéljétek rá, mert ha hajlandó eljönni modellt ülni, akkor megfestem. És így két alkalommal is pár órát ott ült. És akkor beszélgetések voltak. És hát az volt a legjobb az egészben. A portré az érsek tetszését is elnyerte, nem hiába vállalta, hogy modellt ül a művésznek. Egyrészt maguk a képek tényleg szépek, művésziek, másrészt pedig engem régi kapcsolat fűz a Petrasovszky Máriához is, meg a Pagony Ritához is. Ritáikat különösen régóta ismerem, még voltam a balatoni kis villájukban is, és a Tótéknál is többször voltam, és valóban ott készült el a modellt, kellett ülnöm a képhez, és tényleg igaza van a férjének, a dr. Tóth Józsefnek, hogy tényleg több, mint egy fénykép. Tehát ebben benne van az egész ember, nem egy pillanat, hanem szinte az embernek az egész élete. Egy kis huncutság, egy kis humor, de azért ugyanakkor meg egy kis komolyság is. Úgyhogy nekem ez most nagy, mi nyugdíjasnak, ugye, mert most több időm van, bár most dolgozom egy könyvön, kiadtam már a iszlámról egy könyvet, most meg az Istenkeresés útjain című könyvön dolgozom, és az a minden jól megy, jövőre meg is fog, vagy jövő hónapban már meg fog jelenni, és remélhetőleg a Veszprémi Petőfi Színházban lesz a bemutatója, mert ezért még dolgozom, de nagyon felüdülés volt számomra, hogy most eljöttem ide Ábrahámegyre, és láthattam ezeket a képeket, meg láthattam itt az embereket, akiket még érdekel a szépség. Petrasovszky Mária főként portrékat hozott a kiállításra. Apám is portréfestő volt, és én úgy nőttem föl, hogy láttam, hogy ő festi a képeket, meg a családtagokat, és akkor aközben tanított engem, hogy mégis most éppen mit csinál, vagy hol az árnyéknak a jelentése, vagy a reflexnek a jelentése. Úgyhogy én már egészen legelőször festettem 11 éves koromban a barátnőmet éppen. Aztán onnantól meg azért folyamatosan mindig adódott, hogy valakit lefestek. Először akvarellel, és akkor később főiskolás koromban már olajjal, aztán még később további olajjal. Nem kikapcsolódás nekem, hanem valamilyen feladat, amit én magam elé állítok, hogy valamit meg kell nekem csinálni, mert vagy megkértek, vagy pedig én akarok valakit megajándékozni.
A látogatók hosszasan időztek egy-egy alkotás előtt, jó ízű beszélgetések töltötték be a teret. A település polgármestere így összegezte az esemény jelentőségét. Én úgy érzem, hogy Ábrámhegy 90-es évek óta élen jár itt a művészetek terén, a kiállítások terén, és ez év is úgy indult már, ahogy említettem is a köszöntőmben, hogy ez már a harmadik kiállítása 2023-as évben. Én úgy látom, hogy ez mindenki jó szívvel vette, és most ugye nem egy, amint szokott lenni Bernát tanítványnak a kiállítása, hanem két kedves veszprémi festőművész hölgy jött el hozzánk, és ők mutatják meg műveiket. Kezdődik az idegenforgalmi szezon. Kulturális téren milyen terveik vannak a következő időszakra? Hát mi már igazából mi ezt januárban összeraktuk a 2023-as évet, tekintve, hogy a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosának a programjaihoz Ábrámhegy is csatlakozott, és ez is része volt a mai kiállítás is. Lesznek a folytatásban komoly zenei koncertek és zongoratábort is szerveznek. Mindez hozzájárul az Ábrámhegyi turisztikai idény kínálatának bővítéséhez. Július 7-e és 9-e között kerül sor a Sümegi Barokk Fesztiválra, azaz a Pannontáj szívének dobbanására hamisítatlan magyar rockzenével, a műfaj legnagyobb alakjaival. Nézzék meg ajánlónkat! Sümeg újabb kulturális, turisztikai attrakcióra készül. Július 7-e és 9-e között a Sümegi Barokk Fesztivál megmutatja a Pannontáj szívének dobbanását. Barokk környezetben magyar rockzene. Fellépnek a legnagyobbak. A Triász, Rojés Ádám, a Takács Tamás Blues Band és a nagyászok, a Republik, az 50 éves Lord, és nem utolsó sorban Sümegen játszanak a magyar könnyű zene megkerülhetetlen alakjai, akik új zenekarukkal a Godfatherrel robbantak be a zenei világba. A gitárlegenda Tátrai Tibor vezetésével. Más műfajok is képviseltetik magukat, a városba érkeznek a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fiataljai Erdélyből, lesz geológiai program a Kovakő látogatóközpontban és gyermekkoncertek, játszóházak is színesítik a palettát. Tehát július 7 és 9 között Sümegi Barokk Fesztivál a Püspöki Palota, a Vár és a Ferences templom ölelésében. Különleges, igazi rokkos időutazás. Ez Vár, ez kemény lesz, ez Sümeg. Végére érkezett a 30 éves Magyar Polányi Passió idei előadás sorozata. Az elmúlt két hétvégén összesen 6 alkalommal kápráztatták el a szép számú közönséget a szereplők, akik többségében lelkes és tehetséges helybeliek. A produkció színvonalát jelzi, hogy a 10. színházi olimpia részeként került előadásra. Összefoglalónkban mutatunk nézői véleményeket, és a szakemberek összegzését is láthatják.
kiállítás kezdete előtt izgatott várakozás töltötte meg a templomdombot, a passiójáték hagyományos helyszínét. A jegyvásárlás és a helyfoglalás zökkenőmentesen történt, a szervezők már nagy gyakorlattal rendelkeznek e tekintetben is. Voltak, akik minden évben ellátogatnak ide, de volt, aki most találkozott először a passióval. Én most leszek hétfőn 85 éves, és az unokám befizetett, mint ajándékot, és nagyon nagy szeretettel elfogadtam, mert katolikus hívő vagyok, családom visszamenőleg. Ők öregapámtól fogva mindenki. Hisszük azt, amiben hinnünk kell, és úgy neveljük a gyermekeinket, családunkat. Nekem például 5 gyerekem van, 9 unokám, és 6 dédunokám, de mind a katolikus hit szerint éli az életét, és fontos, hogy ezekkel is foglalkozzunk, az eseményekkel, a történésekkel. Minden évben el szoktunk jönni, aztán most meg ez egy teljesen új lesz, kíváncsian várjuk, hogy miben lesz más, mint a tavalyi. Itt vagyunk a másik faluban, Bakonygyepesen, és már 3 éve jártunk itt, és gondoltuk, hogy most ismét megnézzük. Kisfiunk ide jár a mellettünk levő iskolába, és nagyon szeretjük, meg szoktuk nézni néha 2-3 évente. Szomszéd faluban vagyunk, ajkaiak vagyunk, és oda jöttünk. És akkor meg kell nézni. Ma láttuk ugyan pár évvel ezelőtt, de hát most újabb játék van, úgyhogy ezt meg akartuk nézni. Valamikor nagyon régen, még a kezdetek kezdetén láttam talán 2-szer az elsőket, és nagyon magával ragadó volt. Főnök azt tetszik, amikor a mennyből lejönnek az angyalok. Az elképesztően tetszik. És mi ennek a helynek a titka? Hogyan értékeli ezt? Hát én szerintem az a legfőbb, hogy a helyiek játszanak. Tehát az is meghat, hogy kisgyerek és idős ember is játszik. A profi színészek inkább csak fűszerei az előadásnak. Hát szeretem az ilyen egyházi dolgokat, misére is szokok járni, és azért gondoltam, hogy a lányom mondta, tavaly hogy ő majd elhoz. És így azt mondták, hogy jobb lesz, mint a tavalyi volt, és én tavaly is voltam, úgyhogy igazándiból várom nagyon. Íme a te fiat. Eljöttem a világra, hogy beteljesítsem sorsomat. Gyertek hozzám, tanítványaim. Ti tényleg elhiszitek, hogy Jézus Isten fia? Igen. Az atya ő általán nyilatkoztatta ki magát. De Isten még senki sem látta, hogyan lehetne neki fia. Isten mindent meg tud tenni. Jézus is mindent meg tud tenni. Elmondjam, mint tudok. Ha nincsenek emberek a földön, Jézus meg tudja őket csinálni. Jézus olyat is tud, hogy lejön közénk a mennyből. De akkor Jézus nem is ember. Dehogy nem. Éppen azért jöttél hozzánk, hogy megmutassa nekünk, mit kell cselekedni. Életünk, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa áldás életünk.
Fogjátok és vigyétek a helyhatóságra! Poncius Pilátus prefektus színe elé! Te vagy a zsidók királya? Magadtól mondod ezt, hogy mások mondták ezt neked róla? Zsidó vagyok én. A saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél? Az én országom nem ebből a világból való. Az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való. Tehát király vagy te? Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Mi az igazság? Én semmi vétket nem találok ő benne. Nekünk törvényünk van. A törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Vegyétek át ti őt. Feszítsétek keresztre. Mert én nem találtam vétket benne. A királyotokat feszítsen meg. Nekünk nincs királyunk, csak császárunk. Szabadon bocsájtom. Én nem találtam bűnösnek. Ha ezt szabadon bocsájtod, a császárnak nem leszel barátja. Aki magát királlyá teszi, ellene szegül a császárnak. Feszítsd meg! Vidd el, feszítsd meg! Halálra! 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 Az előadás végén a nézők hatalmas vastagsal köszönték meg a katartikus élményt. Nagyon szép volt, meg elgondolkodtató tényleg, hogy a mai világba is átültetni ezt a gondolatot, hogy megmaradni embernek, és keresni az igazságot magunkba. Hogy tetszett, amit láttam? Ó, remek volt. Az egyik legjobb előadás volt. Többet is láttam, több feldolgozás, de szerintem az egyik legjobb volt. Tetszett, jó volt. Megrázó. Az embernek nehéz értékelni így egyből, ilyen rövid idő alatt. Ezt át kell élni, ehhez idő kell. Nagyon szép volt, csodálatos. Most láttam életemben először. Jó volt, tetszett. Láttuk az előzőt is, egy kicsit olyan kontrasztos a másikhoz képest, de teljesen jó volt ez is. Nagyon tetszett nekem legalábbis. Nagyon szép volt, nagyon tetszett, és gratulál tudok mindenkinek a szerepléséhez. Tökéletes előadás volt. Hát nagyon színvonalas volt az előadás, nagyon meg voltunk hatódva, főként ismereti körünkből volt a polgármester úr,
úgyhogy nagyon büszke vagyok a műsorra. Hát nagyon tetszett, köszönjük szépen, el vagyunk varázsolva. Mi egy barát által vagyunk itt, először láttuk, úgyhogy most még én a hatás alatt vagyok, nekem nagyon olyan tetszett. Úgy tűnt, mintha az egész falut megmozgatta volna, mintha mindenki szerepelt volna, és csodálatos volt tényleg, nagyon tetszett benne az, hogy követte a Bibliát, ami tényleg fontos üzenetet, a lényeget adta át, ugye, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban, hanem föltámadott, és csodálatos volt az ének is, a zene is, és ezek az amatőr színészek tényleg szívüket, lelküket beleadták. Úgyhogy örülünk, hogy itt lehettünk. Nos, szívünk szerint mi is megkérdeztük volna valamennyi szereplőt. Abban biztosak lehetünk, felejthetetlen élmény volt mindenkinek ez az este. Én úgy éreztem, hogy előadásról előadásra egyre jobban összeállt, és egyre jobban megtörtént az a csoda, amire való ez a játék itt. És itt az utolsó előadáson pedig különösen, úgyhogy nagyon megható élmény volt, és úgy éreztem, hogy ma különösen nagy volt az interakció a közönség és a szereplők között. Milyen érzés volt, milyen feladat volt együtt játszani a Magyar Polányi színtársulattal? Ez nagyon felidítő élmény volt, nagyon kedves emberek, nagyon befogadóak, nagyon precízek, nagyon felkészültek, úgyhogy nagyon öröm volt velük dolgozni. Az előadás szövegkönyvírója és rendezője Várszegi Tibor, aki már Magyar Polányinak tartja magát. Szerepet is vállalt a darabban. Mint megtudtuk, az eufóriát kereste végig. Mindig az embernek, amikor írja, akkor konkrét képek vannak a fejében, konkrét személyekkel, de az nem elvárás, hogy az is legyen. Tehát nem egy mérnöki munka ez, hanem egy közös alkotó munka, és mindig abból mindenkinek a közös akarat kell, hogy megszülessen, és mindenki ugyanúgy befolyásolja. Tehát így nem lehet azt mondani, hogy na, az történt, amit akartam, mert ugyan konkrétumok voltak, de azért, hogy legyen mitől eltérni. Ön hogyan látja, mi a passiónak a titka? Miért van az, hogy 30 éve működik a Magyar Polányi Passió, időnként megújítva, megújulva? Nem tudom, mi lehet a titka. Nyilván van, hordoz valami olyasmit, amire a szereplőknek is szüksége van, a nézőknek is szüksége van, a nézőknek szüksége van a szereplőkre, a szereplőknek szüksége van a nézőknek. Tehát hordoz valami olyasmit, ami mindenkinek kell. Mindenki igényét érez iránta, és hát ez az én részemről például az eufória. Tehát, hogy nem sírunk, és szenvedünk azon, hogy Jézus meghalt helyettünk, hanem mi vagyunk, itt és most vagyunk, és példát mutatott arról, hogy hogyan örüljünk. Hogyan látja, mi lehet a folytatás? Milyen tervei vannak a következő évre vonatkozóan? Hát ha úgy döntünk, úgy dönt a csapat, már pedig elég valószínűre gondolom, hogy jövőre is játszok meg még azután is, akkor hát van még vele munka, de ez csak akkor fog kiderülni, akkor fog mindenki szembesülni, a szereplők is és a nézők is, hogyha azt a néhány nüansznyi dolgot még megcsináljuk, megvalósítjuk, ami még ebbe még mindig benne szunnyad. És vajon mit érez a Passió végén a település vezetője, a Passió sok-sok éves hagyományának főszereplője? Talán egy mondatba kéne válaszolnom, akkor az öröm. Több vonatkozásban is, hiszen az időjárás és az égiek nagyon kegyesek voltak hozzánk. Nagyon jó idő volt mindegyik előadáson, és szinte mindegyik előadás telt házas volt. Nagy öröm ez számunkra, és természetesen egyfajta megnyugvás, hogy ezen most túljutottunk, de nyilván az élet nem áll meg. Készülünk a nyári fesztiválra, most máshol fogjuk felépíteni a nézőteret, és igyekszünk a településen olyan színes kulturális programot megvalósítani, amelyet a tavasszal megálmodtunk. Mi a véleménye, mi a titka a Magyar Polányi Passiónak? Miért lehet sikeres 30 éven keresztül, és az idén is hatalmas sikert hozott? Ez nagyon, nagyon érdekes és összetett kérdés. Nyilván több összetevője van, tehát egy mondattal nem lehet erre válaszolni. Az biztos, hogy egyfajta közösségi összefogás nélkül ez nem megy. Nyilván ehhez kell egyfajta elhivatottság, kell egyfajta lelki béke, kell valamilyen szinten vallásosnak is lenni, hogy azt élethűen át tudja adni a nézőnek az ő gondolatait, vagy azokat a gondolatokat, amelyeket a rendező ugye ráosztott. Mindenképpen én úgy gondolom, hogy egy hatalmas összefogás, és ez enélkül nem működik. És az, hogy mi ezt 30 éven keresztül fent tudtuk tartani,
talán már megfogalmaztam egyszer, nagyon-nagyon sok embernek a munkája van bent. A kezdetektől egészen idáig ez egy nagyon hosszú és elég göröngyös út, mert mindig voltak problémák, mindig lesznek is, de az a csoda benne, hogy valahogy mindig megoldódnak. Megoldódnak az anyagi gondok, megoldódik a szerelés, a technika, a zene, a szövegkönyv. Tehát a jó Isten szeret bennünket, azt hiszem. A Balatonfelvidék Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk önöknek. Köszönjük, hogy követik adásainkat, kérjük segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalainkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Ha lemaradtak volna korábbi anyagainkról, kattintsanak weboldalunkra, a már jól ismert zonatv.hu-ra. Reméljük jövő héten szerdán ismét velünk lesznek, viszontlátásra!